Kedves vállalkozók, kedves derecskeiek! Nem gondoltam volna fél évvel ezelőtt, hogy ilyen ügy érdekében kell, hogy megszólítsam Önöket. Sajnos látjuk mindannyian, hogy a koronajárvány terjedése csak lassítható, de meg nem állítható folyamat, mely nem csak az egészségünket, hanem a munkahelyeinket, egzisztenciánkat, megélhetésünket is veszélyezteti. Ma még nem tudjuk azon gazdasági következményeket sem, amivel számolnunk kell a jövőben. Az önkormányzat elkövetett eddigekben mindent a vírus terjedésnek megakadályozásában, lassításában. A fertőtlenítéssel, a maszkok biztosításával a lakosság irányába, a zöld számmal, a 65 év felettiek segítségnyújtásában, a rászorulók szociális támogatásában. De az önkormányzatunk lehetőségei is végesek, és ezért szeretnénk kérni az önök segítségét. Egy pénzügyi alapot hoztunk létre, melynek célja a védekezés, a járvány terjedésének lassítása és a szociálisan rászorulók támogatása. És arra kérnénk mind a vállalkozóinkat, civil szervezeteinket, közösségeinket, magánszemélyeket, hogy akik tehetik, támogassák hozzájárulásukkal ezt az alapot. Nyitottunk egy számlaszámot, amire az első összegek már befizetésre kerültek, amelynek többek között a képviselőtestületi tagok és a külső bizottsági tagok három havi tiszteletdíj elvonásából és más civil felajánlásokból tevődnek össze. Amit nagyon köszönünk, minden segítség nagyon jól jön. A számlaszám itt olvasható, melyre banki átutalással vagy a pénztárban való befizetéssel kerülhetnek rá a felajánlások. Az erre befolyó összegeket teljes mértékben a védekezésre, a vírus terjedésének megakadályozására, lassítására és a szociálisan rászorulók támogatására fordítjuk. Hisz csak együtt összefogva tudjuk átvészelni ezt a nehéz időszakot. Kérek mindenkit, akik tehetik lehetőségeikhez mérten, támogassák ezt a kezdeményezésünket. Segítségüket előre is köszönjük. Mutassuk meg együtt közösen, hogy Derecske össze tud fogni, és el tudjuk érni azt, hogy a járvány a lehető legkevesebb áldozattal járjon településünkön.